Okay. Hát épp ezért megmaradásunk él, fogjunk össze, tegyünk végre magyar, a magyar él. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar, a magyar él. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. És tudok együtt lélegezni, és együtt büszkének lenni az a több száz, több ezer magyarra, aki nézik az olimpiát, és együtt szurkolnak. Nem is kompletten Magyarországon, hanem Magyarországon lévő helyekhez, mert ott jöttem fel, tehát ugye miatt így... És akárcsak, amikor a példaképeket keresi az ember, rengeteg kiválóság van, rengeteg feltaláló, rengeteg élsport. Most a háború, amit a családjukban beszélnek, mesélnek a háborúkról, és hogy itt biztonságban érzik magukat. Magyar! Magyar nemzet! Magyar színház művészet. Magyar... Elnök úr, a kulturális miniszter szeretne önnel beszélni. Nem érek rá, dolgozom. Magyar színház művészet, magyar... Magyar gárda. Elnök úr, José Manuel magyar... Barroso elnök úr van a vonalban. Nem érek rá, tényleg dolgozom, de üdvözlöm. Magyar nemzeti... magyar... válogatott. Elnök úr, elnézést, de 20 ezer diák tüntető van az épület előtt. Őket is üdvözlöm. Magyar nemzeti... Elnézést, de egy... azerbajdzsáni fiatalembert szeretne önnel szót váltani. Ó! Várakoztassa egy kicsit, mindjárt készen vagyok. Magyar nemzeti válogatott színészgárda. Magyar nemzeti válogatott színészgárda! Megvan! Megvan! Készen vagyok! Barátaim, magyar állampolgárok! Méltán állíthatom, hogy a legnagyobb magyar vállalkozást van módonban önöknek bejelenteni, hiszen megalakult az első magyar nemzeti válogatott színészgárda. Fiatal pályakezdő színészek jelentkezését várjuk, hogy a gárda tagjaiként színművészeti tevékenységükkel megalapozzák a tudatos nemzeti és közjogi gondolkodást, és ehhez kapcsolódva elősegítsék a magyar kultúra megőrzését és fejlődését. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Koránt sem elég, ha bár fennállnak is színházak, ha bennük nincs azon jó ízlési és szép társasági szellem, mely nélkül a legtökéletesebb színház is végképp üres.
Hello! Hello! Szevasz! Képzeld, a hétvégén a Zarathustrát olvastam. Tudod, Nietzsche. Tudod, ez elég jó. Te mit olvasol? Ja, ez a legnagyobb magyar hírlap. De van benne egy nagyon jó hirdetés. Ez a Nemzeti Színészgárda. Esküszöm, jelentkezem. Hát én nem értek hozzá, de véleményem szerint nem kéne beállnod kormánykatonának. Mi? Basszus, jelentkezni fogok. Azt a színészkedés! Ó, de szupcsi! De kell érettségi. Mi sem mutathatná jobban Magyarország kulturális fejlődését, mint az újonnan megalakult első Nemzeti Színészgárda. Persze, vegyék el meg itt a mi pénzünket. A projektet természetesen a magyar állam finanszírozza, így minden negatív kritika alaptalan. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Ez a sok buzi színész már megint produkálják magukat. Azt hiszik, ettől lesz nagyobb a nemzeti összetartás. Ez a Magyar Nemzeti Színészgárda milyen fantasztikus ötlet, nem? Hát ja, igen, akartam is mondani, nagyszerű. Ami vezetünk egy igazi zseni. Nem? Igen, az. Nem véletlenül van a nevében a győzelem. Hát nem. De. Várj, Na! Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget, mondd, te kit választanád. Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot, mondd, te kit választanád. Szervusz, elnök úr! Szevasz! Jöhet! Ennyi, nem láttalak az utóbbi három kormányülésen? Elnök úr, tudod, hát a foci akadémiával voltunk. Persze. Nos, térjünk is a tárgyra, tudod, számomra nagyon fontos ez az új Nemzeti Színészgárda, és az az igazság, hogy... Na mindegy, nem kertelek tovább. A zsűriben minket te fogsz képviselni. Dobjad. Hát... Ismersz, elnök úr? Nem bírom a műmájerkedést, és nem fogom hagyni, hogy elkanászodjanak ezek a kis művészecskék. Még nem is azzal lenne a baj, de tudod, az irányt tartani kell. Az irányt tartani kell, Gézukám. Biztos lehet benne, elnök úr, számíthatsz rám, és ha meg nem sértelek, a hétvégén megyek a BL döntőre, tudod, és van egy jegyem, egy felesleges jegyem, VIP, a legnagyobb jegy, a legnagyobb magyarnak. Jaj, hát nagyon szépen köszönöm, és hát tényleg, akkor ott találkozunk. Ott találkozunk, szia! Az irány, tartani kell az irány. Tenke Hornyáki Hubáné Kovász Etelka, négy gyermekes családanya, Etelka, üdvözlöm! Foglalja helyet! Elnök úrnak, ha szabad, kérnem. Csak etus. Ha jól olvasom, a férjével annak idején önök alapították a Nemzeti Gyermekligát. Igen. Annak idején Hubával elhatároztuk, hogy ha Isten is megállt, legalább 7 fiunk lesz. Látom, álmos előd, ont, kond már meg is van. Igen, a szemem fényei. Tudja, elnök úr, a család a szent. Nos, Etelka, nem véletlenül esett magára a választásom, hiszen a maga gyermekei nekünk a jövő nemzedéke. Etelka, maga lesz az első Nemzeti Színészgárda színészpalántáinak nagy magyar édesanyja. Még egy dolgot, ha szabadna, elnök úr, megengedi? Természetesen. Álmoskám, drágám, gyere be!
a legnagyobb kolbászt a legnagyobb magyarnak. Jaj, hát eszem az úzáját. Nos, Etelka, üdvözlöm tehát a zsűriben. Hagyományos értékek, Isten család szeretet, az irányt tartani kell, az irányt. Építjük a hont, elnök úr! Á, művész úr! Azt mondja, hogy... kétszeres Kossuth díjas. Ön által, elnök úr. Jászai Mari díjas. Prima Primissima díjas. Az alumínium középvas kereszt érdemre kitüttetettje. Impozáns, impozáns, nem mondom. És szabadnom megegyeznem, hobbi szinten betyár. Nos, kedves művész úr, nem véletlenül esett őre a választásom, hiszen tisztában vagyok az ön által képviselt talentummal. Magának mindig is nagyon jó szeme volt az igazi tehetségek felkutatásához. Ugyan? Zsűriztem már itt-ott, Kárpát-medencei szavaló versenyen, a vereckei hágó versenyen és Cannes-ban. Idén nem tudom, hol rendezik, de remélem meghívnak. Mindegy. Egyébként én is szívügyemnek tekintem ezt a remek kezdeményezést, a Nemzeti Színészgárdát, és örömmel leszek a Nemzeti Kiválasztó Grémium tagja, hiszen én mindig az igazi tehetségeket mutattam. Nos, kedves művész úr, örülök, hogy egyezik a vélemény, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a Magyar Színháznak mostantól csak a szerelemről és a barátságról kell szólnia, nem pedig a másról. Nos, kedves művész úr, tehát üdvözlöm a zsűriben. És a legnagyobb magyarnak a legnagyobb magyar készfogás. Sogorkó, ma jó barát, értjük mi a jobbra át, az irány, tartani kell az irány. Miképpen volt híves, pókálós étterem zugában álmodó középkori barát. Kirehozott a rég a földi vásárlás, mert kényük fel, hogy az utcait. Mivel fantaszt találj meg, hogy bekletem is. Kiragyar sok kikételvét, nem szerint most, hogy a lelkét kilelni. Úgy szeretném a kényes lábás, mesteri Orbány fényemelet. Megfogtam a fegyvert, és láttam, hogy az orvány. Mondd, akarsz-e játszani? Hajrá, nagy lány! Ta-ta-ra, ta-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra! Has, alkos, gyarapíts, a haza fényedre! Aj, de gülengi a gyújtharap kebletben, s elsújtád villámid a törgő fellegedben. Most rabló mongol nyilád rúgattad felett. Mi a gyengi Isten, ki vagy a mennyek? Szedem! Ma remélem azt, ma remélem azt. Lehet jönni. Tovább mehet. Tovább mehet. Mehet. Börtinkod, alkalmatlan. Mehet! Név. Muthi Márta. Lakcím. Debrecen. Kedvenc cím. Zöld. Alkalmas. Név. Schwarzahel. Azonosítatatlan hangsor. Alkalmatlan. Sárga. Lakcím. Csongrád. Alkalmas. Név. Dán László. Lakhely. Pécs. A kedvenc cím. Zöld. Mehet. Név. Ez most már tényleg kurvára sok. Lakhely. Menj a picsába. Pé. Azonosíthatatlan település. Alkalmatlan. Szar vagy. Továbbítani. Kugol. Hajol. Kész. Továbbítva. Jobbra, balra, jobbra, balra, jobbra, jobbra, jobbra. Első fázis kész. Gratulálunk, alkalmas.
vagy, szar vagy, szar vagy, szar vagy, szar vagy! Továbbítani. Hugon, hajol, kéz! Továbbítva! Jobbra, balra, gratulálunk! Második fázis kész, alkalmas. Érik már a barát, művészet gyümölcse. Érik már a barát, a jó magyar színész parát. Már a barát. Magasan képzett színészeket adunk a hazának. Érik már a barát. Nekünk zörög a magyar haraszt. Érik már a barát. Én leszek az összes magyarországi színház igazgatója a Kárpát-medencében és vonzás körzetében. Hey! Pontosan tudom, hogy bennetek van a piros-fehér-zöld, de az nem elég, ha valaki csak huszármentétől, ha nem kajálják a népek, akkor nincs értelme, semmit sem értek. A szöveg nagyon jó, de legyen benne egy kis pop, hip-hop, elektró. Érik már a barát, jöjjön, aki akar. Érik már a barát, jöjjön, aki akar. Csak ha magyar! Trippom! 1956, gratulálunk, tovább jutott! A 2002 és 2010 közötti sorszámú jelentkezők elutasítva. Ezres és 1001-es sorszámú jelentkező tovább jutott. 1848, szintén tovább jutott. 1456, gratulálok, tovább jutott. Tisztelt pályázók, tessék! Jó napot kívánok! Én a Makámtól a Kesejű dalt szeretném elénekelni. A szöveget nem teljesen tudom, néha belepillantani. Egy csúcsra szállott a kesejük vénye, társakat szólít, őket hívogatja, keselyűim, jöjjetek a völgybe, jól lehozni, híres harcosok.
ahol hallakozni híres harcosokkal, életükben láncsa forgatókból. Őserő! Mondják! Tiszteltem a zsűrinek, hogy a gyermeknótával készültem. Na, nincs több! Ami azt illeti, van egy kis fantomdorong. Na, még egyet, három a magyar igazság. Etus! Ez az api, ez vagány volt szerintem. Ez már túl modern. Jó napot kívánok, én egy mesét hoztam. Tehát akkor Parti Nagy Lajos első fülkefor is. Köszönjük, majd értesítjük. Mi nem hagyjuk, hogy a kislány elmondja a szép magyar népmesét. Ezt nem mondjon mese, elnök úr. Miért van szexuális tartalma? Annál is rosszabb. Én Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét hoztam, amelyet szavakkal és mozgással szeretnék. Jó, rendben, köszönjük szépen, majd értem. Na, hagyjuk már, szerintem elmondhatja. Miért nem így volt megbeszélve? Elnök úr szerint... Hagyjuk kibontakozni a kislányt, én úgy érzem. Amondó vagyok. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, de nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország. Messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsnek gyönge ága. És remélem, testem is majd e földben süpedem. Köszönjük, művésznő. Majd értesítem. Jó napot kívánok! Én Elkel Ferenc Bánkbán operájából a Hazám, Hazám című áriával készültem. Hazám, hazám, te mindenem, tudom, hogy életem neked köszönhetem. Aranymezők, ezüst folyók, hősvértől ázottak, könyvtől áradók. Magyar hazám, te mindenem, szép érted élni, érted halni. Te szent magyar hazám! Magyar volt a kislány. Jó napot kívánok, én Mészáros Martin vagyok. Karinti Frigyes, lábaim. Mi vörösek, mint égő rubinok, és sárgák néha harsogó topáz. Hidegbe félve kéken kékelnek, és a halál a háttérben orgonáz. A rémület most zöld opál szoba. Rohadt agyamban szűkül és gütyök fekete sávok közt a sárga hold, és kacag a zöld szemű rém, a bütyök. Néha emelem, néha leteszem. Néha leveszem, néha ráhúzom. De többször leteszem, mint emelem, és többször rajta hagyom, mint lehúzom. Szegény, nehéz, pús lábok. Néha borzadva révedek felétek. Ha föllázadnátok egy éjjel, és amikor alszom, megfürdenétek. Elnök úr! Martin! Nem volt ez rossz, de valami nekem ebből hiányzik. Valami még ebbe kell. Martin, honnan jöttél, drága fiam? Szerbiából. Székelyföld! Nem, az Vajdaság. Ó, mondj nekünk egy jó vasalvertet! 1100 esztendeje már, hogy őseink hazát foglaltak-e földön? Fiam! Mi ez a tocsogó béka perspektíva? Tehát nehogy beszélj már, mint egy összeszart óvodás. Kiállsz a színpadra, húzd ki magad! Húzd ki magad és toppancs, hogy tudjuk, hogy megjöttél, jó? Jó, csigolyáról csigolyára!
Érzed a mozdulatot, nagyon jó. Igen? 1100 esztendeje már! Hogy őseink hazát foglaltak-e földön? Micsoda pátosz! Nagyon jó! Igen, mondjad tovább! 1100 esztendeje már! Hogy őseink hazát foglaltak-e földön? Szuper! Jó! Megvan! Azt hiányzik még nekem, hogy gesztikulálj, érted? Tehát jó volt ez, mert látom én, hogy ez érzed és bent vagy. Mert jönne, csak nem tudom, hogy szabad-e. Milyen szabad? Hát mit nem szabad itt? Hát persze, jöjjön, aminek jönnie kell, belülről jön, tűzből jön, és ez jó. Gesztusok, próbáld meg elkapni a levelet, jó? Szuper. 1100 esztendeje már, hogy őseink hazát foglalkoznak a földön. Járkasszintadon, jó? Csőrisztik virrend, hogy hazák legyen a földön. Jó, figyelj, jó, Megvan még, hogy mi nincs meg, tehát ez egy furcsaság. Szóval, földön, érted? Persze. De, tehát érted, hogy kakassülön nem mindenki tudja még miről van szó. Földön. Mozdulat és nyugodtan lehet, extratoppantás, veled még. 1100 esztendeje már, hogy őseink hazát foglaltak. Szuper vagy, minden megvan, nagyon pátosz öreg. Egy hiányzik, még mindig. Valahogy ezt kicsit el kéne vinni egy ilyen plasztikusabb irányba, kicsit materiálisabb síkra terelni ezt a dolgot, ami közös ügyünket. Nem tudom, használj fel egy tárgyat, amit csak érzel, ahogy gondolod, használj fel egy tárgyat. Mindegy. Szóval, amit csak gondolsz, vödör. Nagyon jó. Ötletnek jó, szuper, és előtte gondolját mindent, tehát levelek, csigolyák, toppantás, egy ilyen kis néptáncbetét is lehet, és az egészet pátosszal, erővel, tűzzel, szuper lesz, gyerünk! Esztendeje már, hogy őseink hazát foglaltak e földön! Csőrizték vérrel! Tisztel! Igen! Türelemmel, hogy hazák legyen a földön! Nagyon megcsináltad! Kicsit kevésnek érzem, de meg lesz ez! Gratulálok, fiam! Hölgyeim és uraim, a zsűri meghozta döntését. Éza, István. Elfoglaljuk Európát. Barátaim, magyar állampolgár. Összeszoruló szívvel szólok önökhöz, hiszen keserves és hosszú munkával, de sikerült megalakítani az első magyar nemzeti válogatott színészgárdát. Sikeresen állást teremtettünk, és megalapoztuk a magyar kultúra átformálását. Teljesen átalakítottuk a kultúrát, és végezetül teljesen, sikeresen és egészen magunkévá tettük a célunkat, miszerint a magyar szórakoztatás a legfőbb. Hajrá Magyarország! Hajrá, magyarok! A felvett pályázók egy kis performanszal készültek a nagy érdeműnek. Hogy honnan érkeztünk, nyílt körben, 5000 éve már, a tájon létezünk.
elég szép. Jenő! Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. Miért? A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Krisztus előtt 8000-ben még minden második ember magyar volt a földön. 895-re már csak Európa volt színmagyar. 2006-ban már csak alig 10 millióan maradtunk. Hát én ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Isten kegyelméből kaptuk a szent koronát, tanai óvtak meg minket minden koron át. Voltak köztünk árulók és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Nincs karikás ostorom, nem vagyok betyár és nem hordok bőgatyát. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, de rajtam kívül mégis több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, anyám csúkja. A családnevem megelőzi a keresztnevemet, és nem szeretem, ha turisták összekeverik Budapestet Bukaresttel. Büszkén gondolok Mátyásra, az igazságosra, az anyák megmentőjére, Rodolfóra és Paplacira. Szeretem a déli harangszót, az erős Pistát, a sárga villamost. Itt élek Európa szívében. Vízilabdában mi vagyunk a királyok, és igen, nálunk élnek a világ legszebb női. Magyarország, én szeretlek! Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hölgyeim és uraim, az első magyar válogatott színészgárd. Köszönjük ezt a kiváló előadást, ám én is készültem valamivel. Nos, ahogy néztem ezt a kis dalt, elgondolkodtam, hogy mi az, még egyszer mondom, mi az, ami kellőképpen jelképezhetné azt a tehetséget, azt a hozzáértést, szakértelmet, amivel ti egészen a nyugdíjig végül is a munkátokat fogjátok teljesíteni. Úgyhogy tényleg fogadjátok szeretettel tőlem ezt a jelképes kis ajándékot. Mm-hmm.